Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim, mai szentmisénket a Hosanna énekeskönyv 226-os énekének első versszakával kezdjük. Kegyességgel hív szó Jézus, Atya és Szent kedvedre, hozzád megyünk mind a hálán, kik meg vagyunk te vele. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, mai szentmisénket az adakozó kérése szándéka szerint elhunyt Fekete Antalné Magdolna testvérünkért ajánljuk föl. A harmadik évforduló kapcsán, halála elmenetele kapcsán, és imádkozunk elhunyt Nagy László testvérünkért halálának második évfordulója alkalmából. Mindnyájatokat nagy szeretettel köszöntelek itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, boldog Romzsa Tódor, kárpátaljai vértanú püspök emléknapján, és ebben a köszöntésben benne van az a jó szándék is, hogy mi is igyekezzünk az egységre, a testvériségre, a békére törekedni, ahogyan a szentéleti püspök is sok nemzetiségű hívei közösségében ezt megteremtette. Az apostol televízió szolgálata ma is ima közösséget formál közöttünk, ez is jelzi az egységre, a szeretetre való törekvésünket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, kegyelmez. Krisztus kegyelmez. Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz. Könyörögjünk. Istenünk, te boldog Tódor püspököt és vértanút, több nemzetiségű híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkovás nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját
keresztény életünkben mi is hűségesen kövessük, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból. Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak. Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluia. Alleluia. Ha megmaradtok tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek, és megismeritek az igazságot, mondja a mi Urunk. Alleluia. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult. Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, boldog Romzsa Tódor, 1911-ben született, és 1947. októberében szenvedte el a vértanúságot, kárpátaljai püspökként, templom szentelési ünnepet követően az ateista-kommunista hatóságok életére törtek, és papjai életére, és autóbalesetet okozva olyan súlyosan megsebesült, hogy kórházba szállították, majd pedig gyógyítás helyett megmérgezték a kórházi ágyon, és így vált vértanúvá, ahogy a könyörgésben említettük, ennek a sok nemzetiségű közösségnek, egyházközségnek, a kárpátaljai népeknek görögkatolikus főpásztora. Már tanárként is a szemináriumban a szeretetre, egységre intette a papnövendékeket, és arra a veszélyre is felhívta a figyelmet, hogy mit jelent az ateista ideológia előretörése, amelyről tudjuk, hogy sokféle formába öltözik
Ez egészen ez egy jelmezbál, amit az ateizmus képes véghez vinni, mert különböző ideológiai és politikai formákat ölt, de ugyanaz a háttér, ugyanaz a sátáni erő működik minden ilyen megnyilvánulásban, amelyben a gonosz lélek Isten ellen fordul, lázít, hazugságokat hirdet, és az embert az Úr ellen hangolja, és kárhozatba akarja taszítani. A vértanúságnak éppen ez a nagy jelentősége, hogy az életet hirdeti. Minden vértanú valamiképpen antiókiai Szent Ignácnak a lelkületét követi, akit nemrégiben ünnepeltünk, ugyancsak ebben a hónapban, és akiről tudjuk, hogy nem akarta azt, hogy a hívei megmentsék őt és megoltalmazzák a vértanúságtól. Ne akadályozzátok meg, hogy éljek, és ne akarjátok, hogy meghalljak. Vagyis Romzsa Tódorban is ezt igyekszünk fölfedezni, hogy számára az élet Krisztus volt, ahogy elmondata és hirdeti, és arra utal, hogy az Úr az embernek a reménysége és erőssége, és az Úr a szabadítónk. Ezt pecsételte meg ő is vértanúságával, és így minden vértanú erőforrás lesz hívei számára, illetve ha püspökről van szó, vagy a hittestvérei számára, ha nem főpap vértanúról beszélünk, és erőforrás lesz a vértanúság, mert hiszen minden vértanúság Krisztusból fakad, az ő egyetlen megváltó áldozatából, vértanúi halálából, a kereszt áldozatból. Olyan érdekes egybevetni a liturgikus szövegeket a most hallott evangéliummal. Bizonyára felfedeztétek, és hirdettem is, és igyekszem majd magyarázni is a mise könyvünknek megváltozott szövegeit, legalábbis a korábban megszokotthoz képest eszközölt változásokra felhívtam a figyelmet. És azt mondjuk a szent áldozás előtt, hogy boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Ezért mondjuk azt, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amikor mi kapunk meghívást a bárány lakomájára a szent áldozásban. És valóban, ahogy Jézus tanítja a farizeust a mai evangélium történetében, elsősorban ezt ő maga gyakorolja. Ne olyanokat hívják meg a vendégségbe, mondja neki az Úr, ennek a vendéglátó farizeusnak, akik a barátaid, vagy tehetős emberek, akik majd viszonozzák, téged is meghívnak, hanem azokat hívd meg, akik elesettek, bajba jutottak, akik nem tudnak téged viszont meghívni, akik nem tudják viszonozni a te jóságodat, vagyis a lakomára való meghívás az a teljes önzetlenséget kell, hogy jelentse. És hát ezt gyakorolja a megváltó Jézus, amikor a saját testével és vérével táplál minket, olyan ajándékot ad, amely minket megerősít, ami az örök életre hív meg bennünket, amit mi semmilyen módon nem tudunk viszonozni. Ezt jelzi a mi belátásunk és vallomásunk a szent áldozás előtt. Uram, nem vagyok én méltó erre. Vagyis kimondjuk, hogy nem tudjuk viszonozni az Úrnak a meghívását az ő lakomájára, az ő vendégségébe. És így tanulunk mi magunk is önzetlenséget a jó tetteinkben, mely késztet minket a hétköznapi vértanúságokra,
vagyis olyan áldozatokra, szeretett szolgálatra, amelyet úgy tudunk fölajánlani, hogy nem várunk ezekért viszonzást. Boldog Romzsa Tódor emléknapján kérjük ennek az önzetlen, áldozatos lélek, lelkületnek az ajándékát, hogy legyünk mi is olyan jótevők, hétköznapi vértanúk, akik áldozatainkkal a jót akarjuk tenni, nem várunk viszonzást, egyedül az Úrtól kérjük azt, hogy hívjon meg minket a bárány az ő örök lakomájára. Amen. Imádkozzunk testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be Magdolna s László testvérünket és összes halottainkat örök országodba. Kérünk téged, hallgass meg minket! Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Folytatjuk a 226-os éneket, és gondolunk arra, hogy itt van, mit a végvacsorán adott nekünk az Úr Jézus, az ő lakomáján szent testét és vérét. Itt van, mit a végvacsorán Jézus értünk szerzettél, és a kínos szent kereszt van, szent Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, áldásoddal szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, és gyújtsd fel bennünk is szeretetednek tüzét, amely által boldog Romzsa Tódor püspök vértanú, úrrá lett minden testi gyötrelmen, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert boldog Romzsa Tódor hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti. Mert gyöngességében is hősé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Isten, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal,
Boldog Romzsa Tódor püspök vértanúval, népünk és nemzetünk szentjeivel, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc és Gábor segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, Magdolna szolgálódról, akit 3 esztendeje, és László testvérünkről, akit 2 éve magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, a templomunkban nyugvó híveket és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk.
báránya. Te előszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten báránya, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A 143-as éneket énekeljük. Előtted Jézusom, leborulok, féktelen bűnösség, hozzád bújok. Ó, kérlek, hogy nekem marasztod adj, Krisztus teste. Krisztus teste. Jézusom felkiáltó, földről az ég felé felsóhajtó, szívemnek kapuját zárt be. Pedig, kedves testvéreim, lélekben szeretném megáldoztatni azokat a testvéreinket, akik otthonaikban ünnepelnek velünk, nem tudnak eljutni a Szent Misére, a templomba, nem tudnak az Úr Jézussal szentségi módon találkozni. Most a lelki áldozás imája segítse őket.
Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szent misztériumok adják meg nekünk is azt a lelki erőt, amely boldog Romzsa Tódor püspök vértanudat, szolgálatodban hűségessé, a szenvedésben pedig diadalmassá tette Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim! A nemzeti közösség és a sok nemzetiségű Magyarország legfőbb pártfogója, pátrónája, a boldogságos szűzanya. És így köszöntjük őt majd a Szent Mise végén, boldog Romzsa Tódor emléknapján, mint nagyasszonyunkat, boldog asszony anyánkat, a 284-es ének első és második versszakával. Most mindnyájatokra a Jóisten áldását kérem, legyen velünk az Úr, erősítsen minket, kérem az áldást jelenlévő gazdagdéti testvéreimre, valamint az Apostol Televízió és a Hegyvidék TV kedves nézőire. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. A város szívétől délre,